200 éve 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a himnusz kéziratát, és idén ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját is. Ennek jegyében telik a Kultúra napi programsorozat Szombathelyen. Egész napos közös ünneplésre hívnak mindenkit január 21-én szombaton a sportházba, mondta el Horváth Soma, kultúráért is felelős alpolgármester. 14 órától diák színjátszók adják elő a Sándorok és Júliák című darabot, ami Szendrei Júlia és Petőfi Sándor szerelméről szól. A szerző Németh Gyöngyi, a jelmezeket, öltöztetőket, díszletezőket a Vörös Sándor Színház biztosítja. Petőfi 200. évfordulója van, és hát az ő és a Szendrei Júlia közötti kapcsolat, házasságnak a témája ennek a jelenetsornak tulajdonképpen. Szendrei Júlia naplója alapján írottak a jelenetek diákszínjátszott csoportok számára, és tulajdonképpen egy jelenet füzér, ami kiad egy történetet Petőfi Sándorról és az ő szeretett Júliájáról, és minden jelenetet külön-külön más-más diákszínjátszó csoportat elő, és így kerekedik ki a történet. Este 6 órakor kezdődik a hagyományos Kultúra napi gála, ahol átadják a kiemelkedő szakmai munkát végzők elismeréseit. A díjazottakról a Szombathelyi Televízió készít bemutatkozó kisfilmeket. A díjátadót követően egy órás szerkesztett műsort láthat a közönség. Petruska András és Bíró Szabolcs Maszkura énekes zenészek, valamint Kati Zsolt színész rendező előadásában. Petőfi Sándor verseit dolgozzák fel a színházi szakemberek és zenészek. Ez egy nagyon újszerű, fiatalos, lendületes előadás lesz felül a Gája címmel, amit gyakorlatilag az országban talán másodszorra fognak előadni, úgyhogy mindenkit várunk rá sok szeretettel. A programok ingyenesek, de előzetesen regisztrálni kell az Agora jegyirodában személyesen vagy telefonon. Az Agora életében egyébként kettős jubileumot hoz a 2023-as esztendő. 60 éves a sportház és 50 éve adták át a Szavária Filmszínházat. Mindkét évfordulót szeretnék méltón megünnepelni.